árulta a parassonkát az egyik kereskedő szexárdon. Azt mondta, a héten különösen nagy volt a forgalma, nála egy kiló sonka 2300 forinttól indult. Volt, aki a húsvét miatt több kiló füstölt árut vitt, több mint 10 000 forint értékben ettől az árustól, ahova folyamatosan érkeztek a vevők. Jelen pillanatban, mivel húsvét előtt állunk, azért nyilván az átlagnál nagyobb a forgalom és a kereslet ezekre a termékekre, sonkákra, kötözött sonkák, amiket megfőzik emberek húsvétra, illetve szívsonkáink vannak. Nem csak a piaci árusoknál, hanem a húsboltokban és áruházakban is hatalmas volt a forgalom a hét második felében. Csütörtökön 12 óra tájékán több szexárdi kisebb üzletvezetője azt mondta, alig maradt termékük. A csirke mellett karajt, lapockát elkapkodták a vevők. Nem mertek többet rendelni ezekből a termékekből, mert nem tudták, mekkora lesz a forgalom a járvány miatt. Az egyik nagy szexárdi áruházban azonban felkészültek a vásárlói rohamra. Már délután 2-kor kígyózott a sor a húspult előtt, ahol semmiből nem volt hiány. A legnagyobb kereslet a csirkemell, csirkecomb, sertészcomb, sertéslapocka iránt volt, bár lehetett kapni bárányt és kacsa mellett is. Sokan vitték a paraszt sonkát is, amiből 1 kg 2300 forintba került, 1 kg füstölt sertéshúsért vagy csülökért pedig 1700-2000 forintot kértek el. A vevők egy akció miatt a húsvéti díszeket, édességeket elkapkodták, délután 2-kor már alig lehetett találni a polcokon ezekből a termékekből. Szabó Balázs, az áruház vezetője azt mondta, a forgalom nem nőtt meg, hanem átalakult. A kertészeti termékek iránt csökkent, az élelmiszer és egyéb termékek iránt pedig nőtt a kereslet. A hipermarketlánc országos szinten egyébként korlátozta az egyszerre beengedhető vásárlók számát a koronavírus járvány miatt. Ez azt jelenti, hogy egy időben az áruház alapterületéhez képest annyi ember tartózkodhat bent, ahány biztonságosan be tudja tartani a 2 méter távolságot egymás között. A vásárlószámot egy applikáció segítségével az üzletek bejáratánál a dolgozók követik és ellenőrzik. A szexárdi áruháznál ez a limit 328 fő volt. Délután 2-kor meg is közelítette ezt a számot a forgalom. Folyamatosan érkeztek a vásárlók, a nagy forgalomhoz bizonyára az is hozzájárult, hogy a húsvét miatt pénteken, vasárnap és hétfőn zárva tartanak a boltok.